Megkezdődött a Lovas Terápiás Világkonferencia Budapesten. A legújabb kutatási eredményeket és gyakorlatokat mutatják be. A Magyar Lovas Terápia Szövetség rendezésében és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat védnökségével megvalósuló konferenciának elméleti és gyakorlati része is van. Titanin folytatják. Meg is érkezett következő vendégünk, Edvi Péter, a Magyar Lovasterápiás Szövetség Alapítvány elnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nekem volt szerencsém még sok-sok évvel ezelőtt egyszer forgatni egy ilyen lovasterápiás foglalkozáson, és akkor kezdett ez el elterjedni, vagy akkor kezdtek el felfigyelni arra a szakemberek, hogy ez egy milyen, milyen csodálatos dolog a lovasterápia, és mi mindenre lehet használni. Honnan indult el ez a fejlődés, illetve hova jutottál most arra? Hát, hogyha szeretné, hogy régről kezdjek, akkor mondjuk 3000 évvel ezelőtt a régi görögök is írtak arról, hogy ha háborúban megsérül valaki, akkor lovak segítenek, a más nem hazavinni. De az igazság, hogy a lovas terápia, mint tudomány, talán egy 60-70 évvel ezelőtt indult el. Magyarországon körülbelül 30 éve csináljuk, és 30 éve alatt nagyon szépen fejlődött. Régen mindig az volt, hogy hát ezek a kedves szegény gyerekek, vagy kedves szegény sérültek, mi mindig mondtuk, hogy ez egy tudomány igazából, és nagyon sok sérültnek segít, és már a szerencsére ez egy tudomány is lett, amivel mondjuk úgy, hogy a paciensek sérülteknek a 70%-ának segíteni tudunk, ami egy óriási arány. Milyen típusú problémák esetén lehet ezt alkalmazni, a lovas terápiát? Mindenki meglepődik, amikor azt mondom, hogy szinte minden problémának lehet segíteni. Nyilván lehet mozgáskorlátozottaknak segíteni, nyilván lehet szellemi korlátozások problémának segíteni, de vannak olyan területek, amik legtöbb embernek meglepő, például látáskárosultaknak is lehet segíteni, ilyenkor mindig megkérdezi valaki, hogy jó, és akkor utána jobban fognak látni, ez egy butaság, de az egyensúly érzéküket nagyon komolyan lehet fejleszteni, a finom motorikájukat nagyon lehet fejleszteni. Egy látáskárosultnak az egy nagyon nagy probléma, hogyha megpróbál egyedül menni, egyedül közlekedni, akkor gyakran elesik, mert pont az egyensúly érzéke nincs rendesen kifejlődve, vagy meg akar fogni egy tollat, meg akar fogni Mondjuk egy forró lábost, de a finom motorikája nincs rendesen kifejlődve, és viszont a lovasterápiával nagyon jól lehet ezt is fejleszteni. Tehát, hogy nagyon sok terület van, ahol mi tudunk segíteni. Legtöbbször gyerekek kapcsán hallani szerintem a lovas terápiáról, vagy olvasni a sajtóban, de felnőtteknél is lehet ezt alkalmazni? Felnőtteknél ugyanúgy lehet alkalmazni. Most mi éppen szervezünk egy világkonferenciát, ahol többen például Háborús területről érkeznek, és a háborúban sajnos a csatatéren gyakran is sokan megsérültek. A sérülteknek a terápiájáról beszélnek. Igen, ugye itt a világkonferencia, a lovasterápia világkonferencia zajlik Budapesten. Mennyire, hogy kik fognak felszólalni, illetve milyen témák fognak előkerülni itt a lovas terápia kapcsán? Hát minden téma van. Tényleg az előbb mondtam, hogy sajnos háborús témák is vannak, de ettől függetlenül autista gyerekektől kezdve látáskárosultan át, szellemi sérülteken keresztül, tehát hogy mindenféle betegséget tudunk segíteni. Azt tudomásul kell venni, hogy durván a hozzánk érkező, de ez így van mindenhol a világon, betegeknek a 30%-a kontraindikált. A legetedőbb példa az, hogyha valakinek lószőr allergiája van, akkor az nem nyilván nem jöhet lovasterápiára, de vannak olyan betegségek is, ahol nem jó a kontraindikálta a lovasterápia, mondjuk a nyitott gerincnél. Olyan országok is részt vesznek a konferencián, jól tudom, ahol még most kezd el ez kialakulni, vagy most kezd el szerveződni. Például a helyi, vagy az ottani lovasterápiás szövetség ők tudnak mintát venni a magyarországi működésbe. Nekünk fóton van egy csodálatos intézetünk, egy kiváló vezetővel, aki azt gondolom, hogy a világ élvonalába tartozik, és azt, amit mi ott csinálunk, ott nagyon sokan jönnek hozzánk tanulni, voltunk már, voltak már vendégeink Norvégiából, Németországból, Görögországból, Spanyolországból, és sorolhatnám még. Tehát én azt gondolom, hogy nem én, hanem a munkatársaim nagyon jók, és sokan oda járnak tanulni. A lovasterapeuta képzés az hogyan épül fel, hogyha valaki mondjuk ezzel akar foglalkozni? Ez egy két éves továbbképzés, tehát valakinek el kell végezni az egyetemet. És utána van egy két éves továbbképzés, tehát valaki már kész gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus, vagy ne talántán lovas edző, és akkor a megfelelő szakmában nyújtjuk mi a továbbképzést. Tehát, hogyha valaki például mondjuk gyógytornász, akkor lehet belőle két évvel később, legalábbis akkor, hogyha a vizsgál megfelel, akkor lehet belőle hipoterapeuta. De a pszichológusokból is egy két éves továbbképzéssel lehet ilyen szakember, és a trénerek, abból mert egy lovas edzőből lesz mondjuk parasport tréner, és akkor ők is tudnak ebben foglalkozni. Általában a parasportra elsősorban azok mennek, akik már túl vannak a terápián, de szeretnének tovább lovagolni, és hogyha annyira tudtuk őket fejleszteni, akkor általában parasportolók lesznek. A lovak képzése, az hogyan épül fel minden ló alkalmas lovas terápiára, vagy őket is ki kell választani? Köszönöm, mert ez egy nagyon jó kérdés. A Lóvaknak eleve mondjuk a 50-60 százaléka nem alkalmas rá, mert mondjuk túl sok van, túlságosan ugrál, nem bírja azt, hogyha koordinálatlan mozgással például ül valaki a hátán, és például egy tremoros gyerek, akinek a mozgása, ilyen kényszer mozgások, tehát például rugdalja, akkor egy ló automatikusan megugrik terápiás lónak nem szabad megugrani, akkor sem, hogyha ágyút sütnek el a fülle mellett. E, és ezeknek a lovaknak általában olyan két-három év a képzése, nagyon nyugodt lovat kellene, hogy legyenek, ugyanakkor meg nagyon jó, elegáns járásuk is kell, hogy legyen. Tehát, hogy például sokan azt gondolják, hogy egy kiöregedett, kiöregedett gebe az pont jó. Na, az pont nem jó, mert annak egyenletlen a járása. Most, hogyha a paciens a lóhátán nem ritmikusan, nem egyenletesen tud mozogni, ülni, hanem egy sántaság miatt olyan rázkodik, mondjuk, mint a rossz úton az autóba, akkor bizony az nem fejleszti a gyereket vagy a pacienst, hanem pont ellenkezőleg az is kontraindikált. Tehát nagyon egészséges, nagyon jó járású. De egészséges lovak és nyugodt lovak szükségesek ez, akiket két-három évig képzünk ahhoz, hogy ezt egyáltalán meg tudják csinálni. Nagyon szépen köszönjük Edith Péternek, hogy a vendégünk volt. Köszönöm az interjút.